sokkal gördülékenyebben megy a munka, sokkal jobban szeretnek a páciensek ilyen modern környezetbe jönni. Ezért is örül a rendelőben dolgozó egyik orvos, hogy az épületet teljesen felújítatta az önkormányzat. A rendelő 90 millió forintos fejlesztéséből több mint 72 millió forintot topos pályázaton nyert el a város. A többit saját költségvetésből fizették. Az épületet kívülbelül korszerűsítették, mondja Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Szekszárdi vállalkozók végezték el a munkát, illetve ami nagyon fontos, hogy napelemeket szereltünk fel, és ez pedig a jövőbeni működtetés szempontjából lesz nagyon lényeges. Nyilván a szigetelés is sokat fog számítani, de azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez a két napelem ellátja a teljes orvosi rendelőnek az energia szükségletét. Emellett a mozgássérültekre is gondoltak. A rendelőt teljes mértékben akadálymentesítették, berendezéseit lecserélték, valamint a költséghatékonyság céljából napelemmel is ellátták az épületet. Közel 8000 beteg körzetét látja el tulajdonképpen ez a rendelő, és ez azért fontos, mert azt szeretnék, hogy a szekszárdiak számára, ha már kénytelenek igénybe venni ezt az alapegészségügyi ellátást, vagy a egészségügyi ellátást, akkor ezt jó körülmények között tegyék. A városban nem ez volt a közelmúlt egyetlen hasonló fejlesztése. Korábban az önkormányzat a Kandó-Kálmán és a Mikes utcákban is felújította a rendelőket. A Kölcsey rakóterepen pedig most is zajlanak hasonló munkálatok.